Fóka bébi született Izraelben. Ma sem volt ötös találat a lottón. Üdvözlöm Önöket, én Szellő István vagyok. Üdvözlöm, én pedig Erős Antónia. Na, hát sziasztok! Hello. Igazából azt vettem észre, hogy így beültünk ide, és kicsit nagyon olyanok voltunk, mint a híradósok, és egy ilyen olcsó poénnal elvittük az elejét. Muhaha. Ha ilyen kapálászást fogtok hallani majd a videó közben, ez azért van, mert gyermekünk Dezső valahol itt cirkál a lábunk alatt, úgyhogy gondoltuk, hogy őt is beültetjük egy videóra, de próbáld meg egy másfél éves ott, hol vagy? Próbáld meg egy másfél éves Rottweiler tacskó keverékkel megbeszélni azt, hogy vegyen már részt. Hát Patrikkal sem volt egyszerű. Na de 20 000-en vagyunk! 20 000-en vagyunk, és ez nektek köszönhető, és nem csak nektek köszönhető, hanem Patriknak is. Igaz, őt nem látjátok? Meg Zsoltinak is. De Dezsőnek is. Dezső? Gyere! Gyere ide! Gyere ide! Gyere! 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 Isten, de nehéz vagy! Na! Szia, fiam! Szóval... hajra, szeretlek! Szóval, hogy így hármunknak köszönhető, illetve nektek, tehát 20 000 plusz három embernek, az, hogy ennyien vagytok... Na jó, nem kínozzal a gyerekem, menjél! Jaj! Úgyhogy nagyon szépen köszi, még mielőtt bármibe is belekezdenénk, tényleg nagyon szeretném megköszönni nektek azt, hogy ennyien feliratkoztatok. Bele sem mertünk gondolni abba, hogy ez ilyen hamar össze fog jönni, és ilyen mi hamar volt az első videónk? Nem tudom, viszont nincs benne a fejed a képbe, hogyha egy teljesen így fölpipiskedsz. Hát de mi van akkor? Hát az, hogy üljél rendesen a széken, és akkor de miért látod? Úgy már benne is vagy. Mi van? Mi az? Zsolti székéből kiesett valami. Ez pedig egy anya és egy csavar. Ez azért van, mert a Dezső ugye fölugrott, úgyhogy ez nem tudom, pedig ezek a székek nem voltak túl olcsók. Na mindegy. Hol tartottunk? Jó, hogy az első videó. Első videó. Jó, az első videó. Az első videó, igen, az a Ginus videó volt, ugye mi a WW After-rel kezdtünk. Tulajdonképpen 10 000 feliratkozót körülbelül azért így a WW Afternek és az indulást azt abszolút a WW Afternek köszönhetjük. Na de utána, tehát hogy az csak úgymond 10 000 feliratkozót hozott, mint amit mondtam. Így van, és utána a másik 10 000-et, az pedig már azt gondolom, hogy az teljesen a mi érdemünk, tehát hogy ezt már nem lehet azt mondani, hogy a WW miatt volt, mert hogy a WW kb. 10 000 feliratkozó, de már 20 000-en vagyunk, érted? 20 000! Patriknak indulatkezelési problémái vannak, nem vette be még a gyógyszerét, de igyekszünk a dolgokon változtatni, és hamarosan megkapja a Seduxent vénásan. Na, úgyhogy kérdezhettetek, Instagramon kérdezhettetek, és csomót kérdeztetek is, úgyhogy most ez lesz egy ilyen kis párkapcsolati kvíz is benne, fogunk nektek mesélni a mi kis dolgainkról, nyilván amiket titettetek fel kérdés. Már most mondom, hogy komment szekcióban szeretném, hogyha feltennétek plusz kérdéseket, hogy majd legyen második része ennek a videónak, illetve, hogy milyen challenge-eket, milyen videókat szeretnétek látni tőlünk, mert... Én tudok egy jót. Na. Mielőtt még tovább fizetek kis gondolataidat. Mostanában nagyon menő ez a... Elmennek a plázába. Kinéznek valamit. Szóval meg kell venni. És elmennénk egy plázába. És? Amit én mondok, azt nyilván meg kell venni. Tehát, hogy van ilyen rengeteg ide. Nincs ilyen challenge, ez kamu, ezt most találtad ki. Nem igaz. Ilyen challenge biztos, hogy nincsen. Ha tudtok egy ilyen videóról, akkor itt most linkeljétek be. Ne linkeljetek, velem vagytok, ugye? Nincs ilyen videó, nem megyünk neked semmit vásárolni. Kérdeztetek, úgyhogy menjünk is tovább. Még egyszer nagyon köszi a 20 000-ért, annyira jó. Igen. Első kérdés, mikor és hogyan jöttünk össze? Erre te? Na, mikor és hogyan jöttünk össze? Papír. Ugye ez egy mikrofon lett volna. Ja, azt hittem a kemmatok szonadal ide. Nem, van kemotox, mert itt repült az előbb egy légy, úgyhogy ha esetleg megint jön egy légy, már halucinálok amúgy. Légyparán van, de a kemotox az itt van. Na, hogy jöttünk össze, zsenyús? De miért? De ezt most nem értem. Ez most a videó, ahol közösen mesélünk a mi kis saját életünkről, vagy ahol engem faggatsz, hogy én mire emlékszem. Is-is.
Nem, mindig engem hallgatnak, mindig engem hallgatnak a drága nézői. De nyilván én nem is szeretek annyira szerepelni. Tehát, hogy nem is érzek annyira nem akarásnak mégis a vége. Na jó, de mikor és hogyan jöttünk össze? 4 éve, az biztos. 4 éve, 2015 volt, 2015. Most, én mindig bajban vagyok, mert hogy most 8-án, 9-én, vagy 10-ét nézzük a... Hát vagy július 8, 9 vagy 10, igen. Eddig mondjuk ez az én privilégiumom volt, hogy nem kellett tudnom az évfordulót, mert lyukas az agyam, de most már úgy látom, hogy ő se tudja. Nem, igazából idén 3 napos lesz az évfordulom. Nem. Hát ha már ki tudja, hova megyünk? A Kopaszigát bejáratához fogunk lepiknikezni, úgyhogy... Ágyas villamossal? Igen. Tehát július. Júliusban 3 nap közül valamelyik, mert igazából most nem tudjuk elmondani, hogy most akkor, amikor először beszélgettünk, vagy amikor először találkoztunk. Nem zavar, hogy ugyanaz a nap volt? Mert hiszen... találkoztunk. Igen. Igen, mert hogy te mentél valahova, igazából hazamentél valakitől, nyilván Nagykújon, érted, Nagykújon. Volt egy srác, akivel találkoztam, egy nagyon rossz mesefilmet néztünk éjszaka, neki nagyon korán kellett kelni, mert ment dolgozni. Mindent megbántam azzal az estével kapcsolatban. A Hotel Transylvániát néztük, borzasztóan nem tetszett. És mentem haza a buszon, és van a Tindernek egy meleg megfelelője, a Gay Tinder, a Grinder. És, a Gay Tinder. A Gay Tinder, hát azért lett Grinder. És akkor az azt, aki a közeledben mutatja, és ott volt Patrik, és én ráírtam. Hello, szia! És meccseltünk. Ja, igazából ott nem meccselni. Ott nem kell meccselni, visszaírt. Mindegy, beszélgettünk, aztán te ugye mentél haza, és akkor utána mentél dolgozni, és akkor este a munka után átjöttél? Igen. Végeztem. Igazából nem átjött, hanem elmentünk randizni a Rózsa Presszóba, ami a Margit körúton van. De előtte hozzád mentem. Miért? Hát mert hát nálad találkoztunk, és akkor onnan mentünk, mondtam, hogy valahol ígyunk meg valamit, és akkor ott meg is ittunk valamit a Rózsapresszóba, csak már ott zártak, és mondták, hogy maximum egy ital, és utána kitesznek, és akkor mentünk utána hozzád, és akkor ott beszélgettünk. Ja, igaz, tényleg. Na, úgyhogy... Milyen régen volt. Ja. És sem volt igaz, tudod, most találtuk ki az egészet. Igen, mi nem is vagyunk együtt. Nem. De milyen jó az a sztori. Na mindegy, és hát azóta tulajdonképpen így együtt vagyunk. Na, hát mióta vagytok együtt? Ez a következő kérdés, ezt tulajdonképpen majd is válaszoltuk, ugye most lesz 4. éve. Volt-e holdpont a kapcsolatunkban? Csak azért nézek így, mert hogy most a kérdéseket felcseréltek, de amúgy... Felcseréltem, igen, mert ugye elolvastam, de hogy ők ezt észre se vették volna, mert nem látják a lapot. Ha, hiszen nem veszem. Igen. Hogy te így cserélgetsz kérdéseket. Ki tudja, hogy mit cseréget még, érted? Na, szóval... Félek. Ide jött, ki kérdez, ki fogad, hallod, hát nagyon durva, tehát hogy nem erre készültem. Kis könnyed, kis párkapcsolati kis videót szerettem volna. Na, erre, és ez az. Erre még jó, hogy nem kötjem valami zsinort, érted? Itt egy mikroport, rám köti a mikroportot, és akkor ez egy igaz-hamis hazugságvizsgáló. Ez volt a hazugságvizsgáló. Hazugságvizsgáló teszt. Na, volt holdpont a kapcsolatunkban? Azt kérdezik, drága Zsolóvere. Volt-e? Vagy hogy mennyi volt-e? Hát szerintem egy olyan nagy volt, legalábbis én egyet mondok. De Zsőke kisfiam, nem akarsz valahova lefeküdni, mert a körmöd kopog a parkettán és apát nagyon zavarja. Menjél fel oda az ágyra. Gyere ide, fiam. Gyere. Nem vágja lejjebb az orvos a körmét. Nem lehet. Mert azt mondja, hogy nem és lehet. És akarsz egy ilyet. Hop, fel ágyra, vagy mi az kanapéra. Gyere, hop. Hát ráesett a kanapéra, elnézést. Jó Istenem. Maradj ott, feküdjél le. Na. Marad. Szépen. Marad. Szóval szerintem egy nagy olyan... hát a holdpontnak nevezhető holdpont, azt szerintem egy van egy kapcsolatban. Tehát amikor bementél a való világba. Hát inkább amikor kijöttem. Tehát a VV után volt egy... Igazából az egész való világ. Igen. Amikor szerepeltél benne, tehát és, a VV... nem szerkesztetted. Igen. Tehát, hogy akkor... Hú, de kopog a körmel, de durva. Na, tehát, hogy akkor volt szerintem... Ez a kint lévőknek is megterhelő, tehát nem csak igen, a bent lévőknek. Na mindegy, szóval ez a lényeg, hogy igen, akkor volt egy olyan, hogy... De hát túlendőtünk, itt vagyunk. Igen. Forgatunk, csináljuk. Dübörög a showtime. Úgyhogy, ja. Na, a népszerűséged nem ment a kapcsolatotok rovására? Milyen népszerűség? Nem is vagyok népszerű. Majd
térjünk erre vissza jó pár év múlva, és akkor megnézzük, hogy mi a helyzet. Van, amit megbántatok a kapcsolatotokban? Hát, én nekem a VV-de igazából nem megbántam, csak nem csinálnám újra. Hát, Nem tudok erről. Na, akkor jó. Ennyi. Mondom, le van füzetve, úgyhogy nem meri mondani, hát közben itt az én pisztolyt tartok itt lent a lába, nem, abban igazából, a pillanatban combol lövöm, hogyha valami olyat mond. Igazából nemrég romlott el a kávégépünk, és igazából nem is ő vesztegetett meg engem, hanem én vesztegettem őt, tehát hogy... Nem, te zsaroltál. Hogy... Nem, de megkértelek, hogy nem, szívessé, tudod, ilyen, hogy hívják, barteresztünk, tehát hogyha én beszállok ide a videózásba, egy-két videó elejéig, akkor kapok egy új kávégépet, úgyhogy nagyon szeretnék egy csudi új kávégépet tőled. Hát, kedves követők, hogyha gondoljátok, küldjetek Patriknak bátran egy kávégépet, mert én nem kávézom, és már elegem van, hogy állandóan reggel a kávégép hangjára kelek. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy elromlott. Jó darálós kávégépünk volt, minden reggel... Erre lehetett kelni. És tényleg ez az a ritmusa. Tudom, hát tudom. Na, sokan szólnak meg titeket, mert melegek vagytok? Nem. Nem tudok olyanra, hogy valaki megszólna minket, tehát... Nem, hát pont azért én is ugye minden videóban szoktam magamat bizizni, meg mindegyikben elmondom, pont ezért, mert ha én mondom, akkor már igazából, ha más mondja, tudod, miért mondja, hát már mondja saját magára, tudod, így már nincs értelme, ha saját magamat oltogatom, akkor úgy már nincsen értelme. Én mindig azt szoktam mondani, hogy rengeteg olyan tulajdonsága van Patriknak is, meg nekem is, amiért lehet minket utálni, ne a melegségünk legyen az, is általában az emberek ezt nagy részben is szokták tartani. Igen. Tehát a melegségemért engem mondjuk nem. Hát meg nem is ötözködünk úgy, mert nem is viselkedünk úgy, hogy nyilvánosan, tehát hogy mi jó, alapból sem. A férfi. Jó, azért azt tudni kell, hogy még bent voltam a villába, vett magának egy fűzölt Kenzo pulcsit, ami úgy néz ki, mint a Grinch, és megmondtam, hogy még mi együtt vagyunk, soha hát, nem veheti fel. Hát de néz ki, hát hagyd vegyem már meg. De nem nézett ki jól, nem, hallod, olyan tényleg, mint hogyha műfűvet magadat tekernéd. Egyetlen boldogságom az volt, hogy bent voltam a villába, hogyan tudtam vásárolni akkor, és amit én akartam. Na hát kijöttem a villába, gondolhatjátok, hogy én mennyire boldog voltam ettől, mikor megláttam a bankszámlámat. Úgyhogy, na mindegy, úgyhogy Grinch kilőver. Úgyhogy jó, amúgy tényleg annyira durván nem öltözködünk, vagyis hát én abszolút nem. Mert én sem, tehát hogy most egy fekete sima pólót vettem fel. Mert nem engedtem, hogy fölvegyed a netszhálósat. Nem. Mondtam, hogy a Melbimbo tapaszt túl sok lenne így az első blogra. Na mindegy. Szóval, mi volt az a három dolog, ami megfogott a másikban? Meg Varga Rozét vittem, úgyhogy abból gondolhattad, hogy... Írsait. Írsait. Írsait hoztál amúgy. Még én nem emlékszek semmire. Nem mondtam, hogy nem emlékszel. Na mi az a három dolog, ami megfogott bennem, Zsenyus? Hát... a szívfejed. Ezt nem csinálni, ezt nem szeretem. De amúgy nagyobb a pofazacskó, és rá kéne fogynom, és hogy besívom, ráharapok, hátrahúzom a tokán, húzhat rá a tokán? Ezt mindig ikke képeket csinálni tudod, érted? De hogy néz ki? Tehát, hogy... Tök jó. Nem. Szerintem meg mindegy. Jó, igen. Ez egy? Egy. Kettő a stílusod, mármint az öltöskedési, akkor már ez a harmadik. A harmadik pedig a viselkedési stílusod, meg igazából az egész életfelfogásod, ahogy az életről az egész dolgot így felfogod nekem az a ilyen nagyon... A bevetetési időszak, tudjátok, minden. Igen, aztán jött egy hatalmas hullám. Lehazudtam a csillagokat az égről, mindent mondtam igen, neki, és... Lineálisan csökkentek ezek a dolgok. Én nekem a idézőjeles ilyen esetlenségen, nekem az cuki volt. Nagyon szépen köszönöm. Mert én nekem az úgy tetszett, én szerettem benne, hogy ilyen esetlen vagy, mert akkor tudtam, hogy mindig én leszek az, aki majd segítő kezet tud neked nyújtani, és mindig én leszek az, aki tud majd támogatni. És emiatt biztos voltam benne, hogy fontos leszek számodra. Azért azt tudni kell, hogy én, amikor Patrikkal először találkoztam, akkor én úgy voltam vele, hogy egy strigula, egy pipa és kész. És én nem gondoltam egy pillanatig sem, hogy mi kettőnél többször fogunk kb. Találkozni, és aztán mindig azt vettem észre, hogy munka után hozzátekerek haza, idézőjelben haza, tehát mindig hozzámegyek, és akkor így szépen lassan azt vettem észre, hogy nem tudom elképzelni egy napomat nélküle. És próbált az elején kedveskedni, főzni. És amúgy igazából, tehát hogy ezzel nem tudjuk, hogy mikortól vagyunk úgymond együtt, mert hogy ez... Hát az első tehát, nap, én tudom egyébként, mikor először hazavittél vidékre, én onnantól, tehát akkor én már biztos voltam benne,
hogy együtt vagyunk. És egyébként meg is találtam valamikor egy leveledet, amit te soha nem adtál nekem oda, de én véletlen megtaláltam, amiben leírtad, ezt még nem is mondtam neked. Én egyszer megtaláltam egy levelet, igen, amit írtál nekem, miután elmentünk Jékére, hogy mennyire fura érzések vannak benned, hogy mennyire megszerettél, megkedveltél, és hogy fölvállaltál a családod előtt, de ezt a levelet egyébként soha nem adtad oda nekem. Viszont valamikor pakoláztam, és megtaláltam. De visszatettem oda ezt, ez még az óvodai lakásunkban volt. Egy ilyen levelet. De jó. Kb. Egyébként, mikor hazavittél a családodhoz, én onnantól érzem azt, hogy mi tényleg összetartozunk, és mi tényleg együtt vagyunk. Úgyhogy nekem az. Na de visszatérve arra, hogy mi volt az a három dolog, ami megfogott benned, mondom, ez az esetlenséged. Hogy is mondjam, hát a stílusod, de nem hát semmiképp sem a beszél stílusod, hanem így nem tudom, ahogy így vetted a poénokat, ahogy figyeltél rám, ahogy hallgattál, hogy nem csak hallgattál, hanem értetted is, amit mondok, és hát természetesen a fülek. Azokat nagyon imádom, úgyhogy a fülmül az ami mindenképpen szexepil. Mivel tudjátok megnemettetni a másikat? Hát Patrik egyszerűen csak a létezésével. Tehát, hogy előbb ráült a dohányzóasztalra, ripityára tört, leesett. Ez véletlen volt. Nagyba beszegszünk. Nem. Tényleg nem. Hatalmas nagy balhé, föláll az ágyról, és a hála szobában ezen a futószőnyegen dob egy hálást, és összecsuklok a földön, és meg mondja a dolgait, és sírok a rögéstől. Akkor múltkor konkrétan szakítottunk a szakálnyíró miatt, hozzáteszem, nem vagyok Philips nagykövet, úgyhogy itt az alkalom, és vettem készpénzért egy szakálnyíró gépet, aminek ő eltüntette a vágópengéjét. Nem tüntettem el, hanem te tüntetted, de mint utoljára kiderült, csak azért, mindig tett, mindig hogy én voltam. De valószínűleg te voltam, mindig mindent tettünk egyszer. Mi hol találtam meg? Ott a fürdőben, egy olyan helyen, ahol nem lehetett volna eredetileg. De ki használtad utoljára? Te használtad utoljára. De ez egyáltalán nem biztos, hogy te is használtad utoljára. Úgyhogy mindegy, a lényeg az, hogy tönkretett egy vadonatúj, igazából eltüntette mi az? A legfontosabb részét, nem tudjuk, hogy ki tette tönkre. Jó, de valószínűleg te. Valaki. Igen. Ismeretlen tette tönkre nyomozást indított. És konkrétan szakítottunk aznap, és mondtam, hogy soha többet nem akarom látni, mert mindig tönkretesz valamit, mindig valamit megveszek, mindig valami jön a lakásba, és rontó Ralph, Mr. Bean. Úgyhogy ő ezzel, ez elején fölhúzza az agyamat, de utána ezzel meg tud nevettetni. Én mivel tudnak megnevettetni, Zsenyus? Na? Nem tudom, hányszor nevettem rajtad. Köcsög amúgy, de hát majd nem mindegy. Amúgy neked is van egy ilyen poén. Kávéfőző, nem lesz kávéfőző. Amiket azt hiszed, hogy poénosak, pedig nem. Nem lesz kávéfőző. Ne küldjetek kávéfőzőt. Nem veszek én se kávéfőzőt. Miért nem? Vizet fogsz inni. Jó, most az, ami nem tudok mondani. Akkor kérjünk át a következő kérdésre. Jóba vagytok egymás szüleivel? Szerintem mondhatjuk azt, hogy igen. Tehát igen. Hogy igazából nekem, hogy is mondjam, hogy hát sajnos nem sok mindenkivel kell lenni jobban. Mert nekem anyukám nincsen, apukámmal viszont szerintem egész jó a kapcsolatot, tesóimmal is. De az, hogy jól vagyok apukáddal, szerintem tök jó vagy. Múltkor is beszéltünk, hogy amikor szedtünk eperet, hogy akkor jön át, és eper. Az eperért jött megnyugtatlak, de mindegy. Én meg sokáig nem voltam egyébként nem voltam beszélő viszonyban Patrik szüleivel, Patrik családjával. Egy félreértésből adódóan, de aztán pont nemrég ezt tisztáztuk, aminek nagyon örülök, mert mondtam, hogy szeretném, hogyha részt vennének az életünkben. Tudjátok, legyen hova lepasztolni, ha lesz szónok, amikor mi megyünk nyaralni, meg bulizgatni. Úgyhogy ott legyenek az esküvő, stb. Úgyhogy most már teljesen igen. A mamik aztán meg kifejezetten a kedvenceim. Hát ők aztán rohan nagyon édesek. Nekem ugye nincsen nagymamám. Tehát igazából rajtuk élet ki ezt a nagymamai vágyadat. Igen, én nagyon-nagyon szeretem a mamáidat, tényleg, cukik. Na jól van. Nyílt utcán kimutatjátok, hogy együtt vagytok? Szerintem nem. Tehát igazából... Nem játszunk rá, de nem is titkoljuk. Tehát, hogy nincs az, hogy jaj, ne érj hozzám, mert azt hiszik, hogy b**k vagyunk. Tehát, hogy ez így nincs. Igazából
Nem Nem, tudom. az van, hogy külföldön, tehát hogy amikor voltunk párszor Igen. külföldön, párszor, például Prágába, vagy Krakkóba, vagy például Rómában. Rómába legutóbb, ott például megfogjuk egymás kezét, tehát hogy ez úgymond külföldön tök alap, tehát hogy azért... Fura egyébként tényleg, hogy amúgy tényleg, hogy külföldre Ugye? megyünk, akkor ez egy pillanatig nem merül fel. Tehát, mint hogyha valahogy Valamiért, átváltanánk, ha tehát hogy valamiért ilyen... ott, igen, ott az ember valahogy a gátlásait egy kicsit jobban Igen. levetkőzi, tudod, hogy Igen. nincsen miértje, vagy Meg nincsen... szabadabbnak érzi magát külföldön az ember. Ja, úgyhogy menjünk külföldre kézen fogva. Most induljunk. Na, szóval, de például amikor elköszönünk egymástól buszon, villamoson, bárhol az utcán, egymás szájára adunk puszit, tehát, de nem izé, lenyúlok a torkán a nyelvem, mert szia szívem, vigyázz magad, a szia szia ennyi. De hogy az elején egyébként még itthon is jártunk kézen fogva, nem zavartatott, de hogy... De hogy valamiért, most van nem. Igen. Meg fontos az, hogy mi egyébként nem ezzel a majom szeretettel vagyunk, ja, tehát mi racionálisan vagyunk nem, szerelmesek egymásba. Tehát nem az, hogy idő kis aranyos, hogy izé, meg hogy mindenhol így cuppogunk. Én ezt a heteroknál sem bírom elviselni, amikor valaki konkrétan ott dugja meg a másikat az egyes villamoson. Tehát nem teszünk rá, nem teszünk rá. Na, hogyan képzeljük el az esküvőnket? Te? Én tengerparton, homokos tengerparton, mármint amit meg lehet valósítani, nyilván nem szeretnék az egész családot, meg mindent kiutaztatni, költségekbe verni. Itt. Hát majd a Lupán esetleg, ott van nem, nem a homokos tengerpart. Nem a Lupán, én a Balatonon szeretném amúgy, nem tudom, hogy mondtam-e neked, én a Balatonon szeretném, ahogy az esküvőnk legyen. Én trónokharcásat szeretném. Jó, Patrik ilyen ezt a rózsakapus, hogy mi a Nem akarok rózsakapusat, nem, tök minimált, mert tengerparti feelinges, nyár van, minden homokos rész, tudod, aranypart, pálmafák. De ezek a fehér leplek így azért lebeghetnek, hát nem? Azon lebeghetnek. Meg legyen ilyen ágy, ilyen tengerparti ágy. Az hát ahol lehessen chillezni, tudod. Uh-huh. Aki tud elfáltozni. Én viszont trónokharcásat szeretnék, írjátok meg, hogy szerintetek melyik a jobb ötlet. A Patriknak a partos, vagy az én trónokharcásom, egy nagy sátorban, ott ülünk ketten a vastrónon, egy hatalmas ilyen középkori asztal, ott ülnek a közeli hozzátartozók, kis asztaloknál mindenki, tűzsonglőrök lesznek mindenhol, meg ilyen mutatványosok, meg ilyen középkori ruhában is lesznek az emberek, és trónokharca zenére is fogunk bevonulni, meg egyébként is mi nagyon nagy trónokharca rajongók vagyunk, úgy van beírva a telefonomban, hogy Kálesz, én pedig úgy neki, hogy Kárdogó, úgyhogy én szerintem egy ilyen sátorban, és akkor szalma van alul, és tök jó, én egy nagy tivornyát szalma van szeretnék. Alul. Hát ilyen kis szalmás, vagy forgács, vagy valami, de azért, hogy nagy tivornyát szeretnék, és egy nagy húsokat így akarok enni az esküvőben. Egy levegőt is, közben beszélsz. De az a lényeg, hogy trónokharcás, szavazatok a trónokharcásra. Nem. Na, imádom, utolsó kérdés, végére hagytam a legjobbat. Melyikünk a fiú és melyikünk a lány? Ezt mégis ki kérdeztem? Egy fiú vagy egy lány? Hát nem tudom. De szerintem ez tök egyértelmű, hogy egyébként mindketten fiúk vagyunk. Tehát Patiknak hívják engem Zsoltnak, ez kb. A világon mindenhol férfi név, és fiúként is vagyunk anyakönyvezve. Tehát fontos, hogy mi melegek vagyunk, nem transzexuálisak. Nyilván van, aki van aktív, passzívnak, befogadónak, vagy mit tudom én, minek szokták ezt hívni. Minek? Borzasztó, múltkor hallottam, te a hideg is befogadó. Igen, van a befogadó. És van olyan kifogadó? Én nem tudom. Úgyhogy nyilván van, de hát ez meg kire tartozik? Hát most nem gondoljátok, hogy majd még arról fogunk nektek mesélni, hogy mikor, hol, hányszor, miért, mi csináljuk mi. Tehát, hogy tudjátok, 4 év után minden nap ajándék. Ez az egyik, a másik meg, hogy mind a ketten fiúk vagyunk. Úgyhogy ezt tessék felfogni, mindenkinek a fantáziájára bízzuk, amennyi milyen mocskos vagy, és a fantáziára erről szól, akkor pedig te ezt úgy ábrázolod magadba, ahogy szeretnéd. Nem akarjuk túlhúzni a videót, úgyhogy ennek a résznek most így ennyi, de van egy jó hírem, 2 videóban is láthatjátok velem Patrikot. Mennyi? Az 5-ös lottó eleti várat a főnyeremény. Szóval az a lényeg, hogy 2 videóban is lesz Patrik. Mennyi? A következő videóban pedig egy ilyen... Kell lenni, sajtos. De direkt sajtos nem ettem meg, direkt én most miért buktasz le? Itt van, csak mondom, hogy mama küldött fel, eszegeti egész végig. Hát, szóval 2 videóban is láthatjátok az én csodálatos kooperációmat, nem tudom elmondani ezt az egész mondatot így, ahogy akartam. Akkor majd elmondom. Igen. Szóval a következő videóban is Patrikkal leszek. Na igen. És elmondod? Igen. És az a lényeg, hogy meg ott ilyen kire jellemző, ilyen párkapcsolati kvíz lesz, ahol majd tudod ilyen neves... Na hát.
Szóval ilyen párkapcsolati kvíz lesz, ahol ilyen neves táblát fogunk majd felmutatni. Nagyon izgi lesz, úgyhogy várjatok a következő videót, kattintsatok a következő videóra, ha már kint van, ha még nem, akkor várjatok, majd még kint lesz, és azután kattintsatok. Na de addig is iratkozzatok fel, kövessetek be, csináljatok minden ilyesmit. Csengő! Csengő, csengő, nyomd a csengőt, nyomd a csengőt, nyomd a csengőt, hogy kapjál értesítést a feliratkozásról. Na, úgyhogy jövünk vissza nem sokára egy videóval. Sziasztok! Sziasztok!